A forgatókönyv a szakmai dolog. Tehát szakma, ami tanítható. Inkább, mint bármely más műfaja a világnak. Az életünkben is valamennyien tapasztaljuk, hogy vannak fordulópontok az életünkben. Most egy filmsztoriban is fordulópontok vannak, csomópontok. Tudnia kell a forgatókönyvírónak, hogy számtalan eszköz áll rendelkezésére, és élnie kell ezekkel az eszközökkel. Tehát munkát kell adnia az operatőrnek, a rendezőnek, a színésznek. A szavaknak más jelentésük van, a dialógusoknak, mint egy színdarabban például. A színdarabban sokkal fontosabb a dialógus, mint egy filmben. A látvány és a hangulat és a zajzörej az fölé növekszik úgyis a dialógusnak. Külön dialógus technikája van egy filmnek, más egy film dialógus, mint az életben, és más, mint egy színdarabban. Aki film dialógust ír, annak tisztába kell lennie azzal, hogy jelentőségteljes szavakat kell alkalmaznia. Hamar rá kellett jönnöm, mikor forgatókönyvet írtam, hogy a minden film az áramlás. Áramlástani folyószabályozás, tehát áramlást, ahogy áramlanak az események egymás után, vagy szűkül és tágul a meder. Jó film elemzésekor kiderül, hogy valami kristályszerkezetről van szó, valami olyan összefüggéséről van, és az igenis bűvöletében tartja a nézőt.